Jó napot kívánok, köszöntök mindenkit a Filterben. Mint minden műsorban, ma is arra fogunk törekedni meghívottainkkal, hogy közérthetően, felszabadultan beszélgessünk a minket érintő dolgokról, történésekről. Ma is aktuális témákat hozunk önöknek, nagyító alá helyezzük a román államfő magyar ellenes nyilatkozatát, szó lesz többek között arról, hogyan befolyásolja a járvány az oktatást, a színházat, a közösségi életet, de kitérünk a koronavírus járvány gazdasági következményeire is, valamint arra is, hogy ki milyen jövőképet tud elképzelni a járvány után. Mai meghívottaink Albert Antal Orsoly, a szabadúszó újságíró, Balázs Gergely régész, Gergely Balázs régész, a Kolozsvári Magyar Napok főszervezője, és Fazakas Ernő színész, sörfőző. Köszöntelek benneteket! Szia Iza, üdvözöljük a nézőket! Én is szeretettel köszöntök mindenkit! Nem elég, hogy koronavírus járvány van, de még az a hír járja, hogy a PCD el akarja adni Erdélyt a magyaroknak. Na már most, hát mint ismeretes, a román parlament alsóháza a közelmúltban hallgatólagosan elfogadta Székelyföld területi autonómiájának a törvénytervezetét, amire ugye az államfő úgy reagált, hogy ameddig ő Románia államelnöke, addig itt bizony nem lesz semmiféle autonómia tervezet, autonómia törvény. Ezt már rögtön akkor, de azóta is politikai nyilatkozatháborúk övezik. Ti mit gondoltok mindenről? Mit gondoltok az államelnök magyar ellenes nyilatkozatáról, illetve arról, ahogyan megnyilvánult ebben a kérdésben? És akkor, mint lenni szokott, kezdjük akkor Orsival, hiszen nőké az elsőbség. Az nem kétséges, hogy szörnyű, hogy ilyesmi elhangozhat a 21. században a közbeszédben, de ugyanakkor a legszörnyűbb az, hogy ez egyáltalán nem meglepő. Meglepő Johannis részéről, és annál nagyobb arculcsapás, hogy jó magam is rászavaztam legutóbb, hiszen abban a helyzetben nem volt kérdés, hogy ő a rátermettebb elnökjelölt. És amikor az embernek a saját elnöke mond ilyeneket a televízióban, akkor az nyilvánvalóan, hogy rosszul esik. Mégis azt mondtam barátoknak, ismerősöknek, akikkel erről nyilván most már csak az online térben beszélgetünk és vitázunk, hogy milyen jó lenne, ha egyszer egy ilyen egyértelmű provokációra megpróbálnánk nem válaszolni, hogyha csak úgy hagynánk leperegni. Én nem tudom, hogy mi történne, de én nagyon szeretném egyszer kipróbálni. A kérdésedre, hogy mit akar valójában az államfő, nem tudom, de abban biztos vagyok, hogy a teljes politikai palettának baromi jól jött ez az egész. Tehát, hogy mindenki végre mondhatja magáét, fényezheti saját magát, illetve moshatja másikat, tehát, hogy egy kicsit back in business vagyunk most már, nem csak a járványról beszélünk, és ilyen szinten azt hiszem, hogy nagy szívességet tett minden politikai pártnak itthon. Uh-huh. Fiúk, ti hogy gondoljátok? Ernő. Én teljesen megértem az államelnök kirobbanását. Ez olyan, mint a fociban, amikor a kispadon ül a focista, soha nem játszott, 85. perc pedig az edző végre azt mondja, na, rohanjál be a pályára, és seréld le a másikat. Nem tudom, hogyha észrevettitek, mindig úgy berohan a gyerek, mintha, még akkor is, ha a csapata 4-0-ra veszít, beruhan, mint az őrült. Hát van egy ilyen magyar mondás, amit a román kollégáknak itt Bukarestben mindig leszoktam fordítani, sajnos tévében ezt nem mondhatjuk ki, de valahogy úgy hangzik, hogy nagyot akart csak éppen. Hát szerintem ez így történt. A forgatókönyv az úgy megvolt. Fiúk, nagy bajban vagyunk itt a koronavírus. Az emberek nem nagyon látnak minket, mint barátok, mint esélyes választó politikusoknak, esett az imidzsünk, most mit csináljuk? Jaj, van ez a dolog, ez a székely autonóm, vagy micsoda. Akkor most? Hát még nem, még várjunk, állom, mert most? Várjunk, mert most? Most?
Valahogy így volt, valahogy így láttam én ezt az egészet. Megmondom őszintén, közelről nem követem. Amit Orsi mondott az előbb, milyen jó lenne, hogyha nem reagálnánk, ilyen nincs. Ilyen nincs, mert szerintem mindegyik oldal megpróbálja a maximumot kihozni a dologból. Most éppen olvasom, hogy valami aláírásgyűjtés a nemzeti régiók kialakítására az Európai Unió kezdeményezésére, aláírásgyűjtésre használjuk ezt a helyzetet, amúgy okés, de hát reakció mindig lesz. Milyen jól színészként bemutattad, hogy ennek hogy történhetett a forgatókönyve. Balázs, mit gondolsz te erről? Hát ugye közeledik május 1-e, az erdő széléről a Manélé kiszorult, és hát beszivárgott a Kotrocsényi palotába, nagyon, nagyon röviden ez a véleményem, egy teljes mértékben példátlan esettel állunk szemben. Én úgy gondolom, hogy méltatlan ez az államelnökhöz, a hivatalhoz, a tanácsadóihoz, nagyon csodálkozom azokon a véleményeken, vagy gondolatfuttatásokon, amelyek azt latolgatják, hogy ez véletlen volt-e, vagy egy szándékos, egy előkészített dolog, teljesen nyilvánvaló, hogy előkészített volt, tehát nem áll ki az államelnök egy pulpitushoz szemmel láthatólag jól felkészítve egy nagyon koherens üzenettel. Én most attól függetlenül ennek milyen az előjele. Ez egy jól átgondolt, jól előkészített üzenet volt, az, hogy miért történt, és hogy miért pont most történt. Hát ennek sokféle magyarázata lehet. Én egyelőre annál maradnék, hogy a Manélének az összes stílusjegyét felvértem fedezni a mondatokban, itt a barátok, az ellenségek, a szerelem, a minden benne volt, ami a műfajra jellemző, és ez nagyon elszomorít, mert hogy én úgy gondolom, hogy a Manélének nincs helye a közéletben. Uh-huh. Van ehhez hozzászólásotok? Orsi, Ernő, még valami jut eszetekbe? Illetve mondani? Nekem egyértelműen Finkelstein jutott eszembe nem véletlenül, és vitatkoznék Balázzsal, hogy példátlan. Pont ez a probléma, hogy nem példátlan a közbeszédben, legyen szó az itthoni, a magyarországi vagy a nemzetközi porondról. Egyre gyakoribb és egyre nyilvánvalóbb szokás az, hogy erre építünk politikai stratégiát, hogy van egy nagyon egyszerű, lehetőleg minél negatívabb üzenet, és ezt nyomjuk teljesen függetlenül, hogy mennyi a valóság alapja, vagy mennyire van értelme, vagy háttere az illető közbeszélőnek a felháborodásra, bedobjuk az üzenetet, és akkor ezen megyünk, mert a lényeg tulajdonképpen most már a politikai életben, és ezt nagyon sok politikus el is mondja különböző beszélgetésekben, akár nyilvánosan is, hogy a cél az most már kevésbé az, hogy tegyünk valamit az emberekért, tegyünk valamit a haladásért, tegyünk valamit bármi olyan jellegű célért, ami, mit tudom én, 10-20 évvel ezelőtt teljesen egyértelmű volt, hogy meg kell fogalmazni, és afele kell menni, legyen az uniós csatlakozás, NATO csatlakozás, bármilyen fajta közös cél, hanem most már a siker, a pillanatnyi siker a cél, és utána meg nem olyan feltétlenül fontos az, hogy eredményeket mutassunk fel, az a lényeg, hogy legyen a kommunikációban olyan ellenségkép, amivel ezt fenntarthatjuk, ezt a fajta közhangulatot, és ezáltal legitimáljuk azt, hogy mi tudjuk a megoldásokat, mi megvédjük a bármilyen, tehát most én nem kell külön példát mondjak erre, mert azt hiszem, hogy nem abban a műsorban vagyunk, de hogy ez általános tendencia a politikában, nem csak itthon, hanem bármerre nézünk, és ez nagyon-nagyon. Én személyesen újságíróként pont emiatt vonultam ki a porondról, mert nincs hozzá gyomrom. Image kérdése az egész, politikus vagy 4 évente lecserélhetnek, hát az image-edet ápolnod kell, és akkor erre összpontosítod a mozdulataidat, amikor pedig egy kicsit félrelépsz, akkor gondolkodsz azon, hogy hogyan reparálhatod ezt az image-edet. Az államfőnek a
az a szónoklata az egy, hát az egy hibás, előre gondolt, vagy nem előre gondolt, valószínűleg előre gondolt, de hát egy hibás mozdulat volt, mert ugye két nyulat akart egyszerre lelőni, a Pécsedét meg a magyar ellenes témát, ahogy a mondás is mondja, nehezen tudott lelőni egyszerre a két nyulat. Úgyhogy mondjuk az eredménye az megosztott még a, még a román körökben is. Ahogy Balázs mondja, mánelések azok megértették valószínűleg, de, de az értelmiségiek ugye azoknak a fülét is, is karcolta azok a szavak. Épp ezt akartam kérdezni, hogy szerintetek, és akkor átadom neked Balázs a szót, kezdjük most veled, hogy nagyon sok minden elhangzott az államfőnek a nyilatkozatában. Itt ugye ironikusan köszöntötte is magyarul a PCD-t, és feltette egy olyan kérdést, hogy vajon Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel mit egyezkedtek, mi az ára, mit kapnak ezért cserébe. De hogy egyébként, hogy mit gondoltok, vagy mit láttok a környezetetekben, Kolozsváron, Bukarestben, a román, illetve a magyar közösségek hogyan reagáltak mindenre? Mit tudtok elmondani? És akkor kezdjük Balázsra, Kolozsváron mit látsz? Hogyan reagálnak a magyarok, hogyan a románok? Az ismerősök. Nézd, tehát amit látok, az nem feltétlenül kolozsvári, sőt, nagyon kis mértékben kolozsvári szelete a véleményeknek, hiszen korlátozott mozgásterünk van az utóbbi hetekben, és inkább a közösségi médián, illetve a hagyományos médián szivárognak át a reakciók. Én azt látom, hogy a magyar közösség tagjait, apraját, nagyját majdhogy nem példátlan módon felkorbácsolta, és nagyon sok, aminek örvendek, nagyon sok humor vegyült a reakciókba, ezt szeretem. A román közvélemény nem tudom, hogyan reagál a dologra, egyáltalán eléri az inger küszöbét. Egy biztos, hogy a véleményformálók úgy tűnik, hogy azért inkább a mi szempontunkból inkább pozitívan reagáltak. Tehát inkább az volt, még a legvisszafogottabb kritikusai is Johannisnak furcsálták ezt a fajta diskurzust, meg ellenfélkeresést, ami az Orsi korábbi megjegyzését illeti Finkelstein kapcsán, meg hát itt egyáltalán a kampánystratégák kapcsán, én azt gondolom, hogy lehet-e mögött ilyesmi, sőt, ugye látjuk azt, hogy 3 hónapja itt az IMASZ legújabb felmérése is ezt igazolják, hogy erősen csökken a liberális kormánypárt népszerűsége, és hát itt ebben a helyzetben meg ugye még erre rátevődik az eléggé deficites járványkezelés, vészhelyzet, tehát tulajdonképpen azt mondanám, hogy a stratégia hiánya, és hát ugye ez a május 1-e, ez nem mellékesen egy csomó olyan szociális, gazdasági, társadalmi problémát domboríthat ki, amely ellen úgy gondolom, hogy ez egy megelőző hadművelet volt, de Orsi abban az esetben, hogyha ez egy stratégia része, és hogyha ez jól megfontoltan ellenünk lett kitalálva, velünk szemben, akkor meg kétszerese is úgy gondolom, hogy ezt nem lehet szó nélkül hagyni, sőt, minden létező fórumon, minden létező eszközzel, és nagyon, még egyszer hangsúlyozom, hogy örömmel hallom, látom, nagyon sok humorral kell lehetőség szerint ilyen magán szférából ezt a témát kezelni. Nézzük. Persze, én egyet értek azzal, most már ne haragudj, hogyha elkezdtem mondani, és mást akartál. Nem. Mondhatom? Nem, én befejeztem. Akartam adni a szót. Teljesen egyetértek Balázzsal, hogy ez a jelenlegi helyzet olyan, hogy nem lehet nem válaszolni rá. Így elméletben mondtam ezt, hogy milyen jó lenne, ha nem minden provokációra válaszolnánk, mert sok esetben tényleg olyan meddő gyűlölködésé fajulnak ezek a szóváltások és ezek a dolgok, hogy szerint, és nem visznek előre. Tehát most sem beszélünk a lényegről, a tulajdonképpeni lényegről, hogy mi volt ebben a tervezetben az, ami tulajdonképpen kicsaphatta a biztosítékot, jó volt-e egyáltalán ez a tervezet, mögé tudunk-e állni mindannyian, vagy legalábbis a székelyföldiek, mennyire lenne
pontosan ez a statútum, amit esetleg elfogadtak volna, mennyire lett volna megoldás az ő létező problémáikra. Nem láttam, és nem olvastam ilyen jellegű elemzéseket erről a statutumról, amit viszont nagyon-nagyon hiányolok. Tehát, hogy beszéljünk már végre a lényegről, ne csak ilyen lózungok szintjén, hogy de igen, bántják a magyarokat, vagy elvisszük Erdélyt, vagy nem visszük el Erdélyt. Én ezt például nagyon-nagyon hiányolom. Uh-huh. Hát Demény Péternek olvastam egy jó publicisztikáját itt a tegnap előtt, az egyik román napilapban, és voltak amúgy ilyen reakciók, bocsánat Ernő, hogy közbevágtam, ellenben poénként, második fordulós bevezetőként csak úgy jelzem, hogyha minden igaz, akkor a mai délelőtt folyamán ezúttal a szenátuson ment át a nyelvhasználati törvényre vonatkozó könnyítés, ami szempontunkból, tehát a 20% fölötti települések a hivatalos nyelvé válik a magyar a törvény, vagy a törvénytervezet értelmében, és hát ez ugyanúgy hallgatólagosan elkerülhette a szenátus illetékeseinek a figyelmét, és átfutott, úgyhogy szerintem a ma este erről fog szólni, jön majd a második forduló, nagyon kíváncsi vagyok az államelnök újabb megszólalására, most kap egy második esélyt arra, hogy jóvá tegye a hibáját. Mi a helyzet Bukarestben? Hát Bukarestben én már elég immun vagyok az ilyen magyar ellenes témákra, és nagyot rövök rajtuk. Nem is érint semmilyen módon bármilyenféle ilyen törvénytervezet, de amit látok, az általános homály, ami ezt a témát ugye ellepi, úgy magyar ellenes punkt, székely autonómia punkt, hogy ebben mi van benne, hogy tényleg, hogy mit tartalmaz az a törvény, mennyire sértheti a másik oldalt, a többséget vagy a kisebbséget, hát arról kevésbé esik szó, mert senki nem hallgatja meg, az a baj. Nincs, aki meghallgatja. Esetleg nyitunk egy ilyen témát valahol, akkor én nem tudnám elmagyarázni bármelyik kollégának, hogy tulajdonképpen miről is lenne szó, mert ő ezt nem akarja meghallgatni, és vice versa is ugyanez a helyzet. Találkoztam már székelyföldi emberekkel, akik arról álmodoznak, hogy na hadd, de egyszer útlevéllel megyek. Szóval ez az általános homály, ez jó a politikusoknak, mert ezt a kártyát mindig történelemben is, sőt, még a jövőben is játszani tudják majd. Ami a Johannisnak a közbeszólását illeti, az itteni reakció, amit mondtam, hát túl sok volt kommunikálva. Tehát egyszer a magyar ellenesség, másrészt a PSD. A PSD-vel szemben láttuk, hogy Johannis elég alpári módon tud kommunikálni, most aztán a legalpári módon űzte ezt a kommunikációját, és ez már lassan röhelyessé vált. Igen, Balázs, érintetted az, hogy a közösségi felületeken megint csak kreatívkodnak az emberek, és erre a helyzetre egy picit a humor oldaláról reagálnak, és az ilyen, úgy mondjam, hogy fontos dolgokat egy picit kifigurázzák. Hogyan gondoljátok, milyen oldalból kell megközelíteni ezt a témát, és majd a jövőben is a hasonló témákat, a humor oldaláról közelítsük meg, vagy ezeket tényleg véresen komolyan kell venni, vagy valahol középen, mert az is eszembe jut, hogy a humor az egy jó orvosság tud lenni, ha humorizálunk, attól az még nem azt jelenti, hogy nem veszünk tudomást róla. Hogyan gondoljátok? Mennyire követtétek ezeket? A Facebookot ellepte, az biztos, Orsi. Szerintem úgy egyetértek Balázzsal abban, hogy nagyon-nagyon kell én úgy hívom, hogy ventilálni. Kell a humor nyilván, és semmit nem komolyan venni, és elsősorban nem szabad, ami viszont teljesen hétköznapi dolog ma a közbeszédben, hogy a velünk szemben álló felet nem vitapartnernek, hanem ellenségnek tekintjük, és nem meg akarjuk győzni, hanem le akarjuk dózerolni. Ehhez a közhangulathoz hozzájárult az is, hogy
olyan minőségű emberek vannak jelen pillanatban a politikában, olyan fokú a hozzá nem értés, annyira hiányzik a diplomácia, hogy óhatatlanul ide jutunk. És éppen azon gondolkodtam az elmúlt napokban, hogy vajon nekem közemberként mi a feladatom, hogy megváltozzon a politikai közszereplők minősége. Tehát, hogy olyan emberek kerüljenek be a politikába, akiknek tényleg van egy elképzelésük arról, hogy mit szeretnének előmozdítani, és nem csak ilyen véletlenszerűen bekerülünk erre a pályára, mert itt nekem jó a szövegem, és lehet nagyokat dumálni, meg stb. Tehát, hogy a hozzáértést, a szakmaiságot nagyon-nagyon hiányolom, hogy nem tudunk nincsen konfliktus kezelési stratégiája pártoknak például. Tehát csak ez a beleugatunk a kamerákba, és a Facebookon üzengetünk egymásnak mindenféle szörnyűségeket, és folyton azt állítjuk egymásról, hogy mindenki a pusztulását akarja tulajdonképpen a népnek, és mi majd megmentjük. Tehát ezt valahogy, én nem tudom, hogy lehet ezt majd kiiktatni a politikából, és végre a lényegről beszélni, de hogy ez iszonyos, és engem ez zavar a legjobban. Uh-huh. Hát én szerintem, ha szabad magamhoz ragadnom a szót, azért itt egy kicsit általánosít a szors, és egy kicsit talán sötétebbnek mutatott be a valóságot, mint amilyen. Értem én, hogy miért, vagy érteni vélem, de azért hadd védjem meg itt a politikai elitnek legalábbis egy részét. Én akár Romániában is itt az elmúlt 30 évben én ilyet nem hallottam. Ennyire, tehát államfőtől ennyire szélsőséges vélemény, ennyire diszkriminatív, ennyire ócska vélemény nem hangzott el az én emlékeim szerint, de vezető politikusoktól most gondolok hirtelen Tarichán úr, akit lehet szeretni, nem szeretni, de semmiféleképpen nem ez a stílus, nem ez a stílus jellemezte. Még a jelen pillanatban aktív politikai szereplők, vezetők részéről is leszámítva itt néhány szélsőséget, ez azért ritkaság számba ment. Ami pedig a kérdést illeti, én úgy gondolom, hogy mindenki a saját eszközeivel kell lereagálja ezt a helyzetet, mint általában minden hasonló helyzetet. A politikus az politikai eszközökkel, a jogvédő az a jogvédelem fórumaihoz kell forduljon. Úgy tudom, hogy ez több esetből, vagy több irányból meg is történt, tehát a diszkrimináció ellenes tanácsnál Johanniszt, az államfőt ezügyben feljelentették, és hát mi a hétköznapi emberek, hát a humor az egyik legjobb eszköz, amivel egyrészt ki is tudjuk figurázni. Vitatkozni nem lehet egy ilyen alpári véleménnyel. Ez nem vitapartnerség, ez nem egy diskurzus, ez sajnos egy olyan ócska és egy olyan monomániás szöveg volt, amit jó esetben, hogyha az ember egyáltalán arra méltatja, akkor viccet csinál belőle, vagy kifigurázza. Én a román barátaim részéről is az elmúlt napokban láttam ilyen gesztusokat. Uh-huh. Ernő, nálatok a humor oldala hogyan működik? Remélem jól. Dehogy lehetetlen a humor oldalával működjön a világ, amikor mindenhonnan ömlik a szenny. Social médián, vagy a tévén, vagy a rádióban. Igen, az lenne a legjobb, hogyha humorosan lehetne reagálni. Van egy kisfiam, aki nagyon sokat hisztizik, és kihoz minket a sodrunkból ezekben a napokban, de ugyanakkor észrevettük, hogy amikor a hisztieit úgy reagáljuk le, hogy jól van, kicsi fiam, nincs. Tehát pont az ellenkező reakciót kínáljuk neki, akkor megnyugszik. Hát ez lenne az ideális. Sajnos mi emberek már úgy építettük fel az életünket, hogy beengedjük mindenhonnan, accept, mint ahogy az applikációkon is, amikor a telefonra installáljuk az applikációkat, mindig accept, beengedjük a rosszat is, azokat az ingereket, amik teljesen, hát kihoz minket a sodrunkból, uh-huh. És lehet, hogy ilyenkor a reakciók nem a legjobb. Uh-huh. Igen, és hogyha már a reakciónál tartunk, akkor kíváncsi vagyok, hogy
szerintetek hogyan fognak az emberek reagálni a járvány után? Illetve nem is mondhatom azt, hogy a járvány után, hiszen nagyon sok szakember úgy nyilatkozott, hogy ezzel a járvánnyal együtt kell éljünk, vagy meg kell tanuljunk együtt élni ebben az évben legalábbis biztosan, de elképzelhető az is, hogy életünk részét fogja képezni, mint az influenza, hanem egyáltalán a szigorítások fellazítása után, akár gondolok itt a közösségi életre, az emberek lelki-bizalmi szinteken történő felépüléséhez, mi mindenre lesz szükség, mi lesz nehéz, hogyan kell reagáljunk, egymáshoz viszonyulnunk, mit gondoltok erről? Orsi. Én csodálkozom rajta, hogy az emberek nagyon örülnek ennek a 15-ére beharangozott lazításnak, mert az az érzésem, hogy nem gondolnak túl azon, hogy oké, kimegyek a kapun, és akkor utána mi van. Én most már hosszú-hosszú hetek óta nem járok bevásárolni például, és hogyha ki kell menni, akkor is nem tudom olyan órában, szerencsére olyan környéken lakom, hogy tényleg nyugalom, és sétálunk egyet, mert már nem lehet begyepesedni, de hogy egyébként tényleg olyan helyre, ahol az emberre nem megyek, és ez nem hiszem, hogy azzal, hogy az állam azt mondja, hogy oké, most már nem kell papír arra, hogy megindokolt, hogy hová mész, attól bármi is változott volna. Tehát ugyanúgy nincsen még egységes és hatékony gyógyszeres kezelés, ugyanúgy nincsen még oltás. Tehát nem igazán értem, hogy mi fog változni 15-e után annak kapcsán, hogy mennyire vagyunk veszélyben, vagy nem. Most az, hogy ezt ki mennyire veszi komolyan, és mennyire tart tőle, vagy mennyire érzi úgy, hogy ránézve esetleg érvényes az, hogy ő esetleg majd egy súlyosabb formát fog, tehát hogy nagyon megbetegszik, ez nyilván, hogy mindenkinek a habitusán múlik, de hogy azt kéne valahogy megni, hogy mindannyian felelünk mindenkiért. Tehát az, hogy én azt mondom, hogy nem érdekel, hogy maszkot kell hordani, mert akkor se teszem fel, most is nagyon sok barátom panaszkodik arról, hogy bemennek boltba, és nem hordanak maszkot, pont azért, mert nem kötelező, és akkor innentől kezdve, hát ha én nem félek, akkor a másiknak a saját problémája, hogy ő miért jött be akkor az üzletbe. Tehát, hogy nem látom azt, hogy ez a két hónap, vagy bármi, ami a két hónap alatt történt volna velünk, ez arra tanított volna minket, hogy legyünk felelősek, ha már a magunk egészségét esetleg nem féltjük, akkor másokért. Uh-huh. Igen, de itt ugye arról is beszélhetünk, majd kicsit később rátérünk akár a fesztiválokra, vagy a különböző kulturális eseményekre. Az érdekelne, fiúk, ti hogyan látjátok, hogy az emberek közötti kapcsolat, ugye ez a bizalmi kapcsolat, akár ahogy eddig voltunk, hogy az üzletekben nyugodtan egymás mellé álltunk, nem fordítottuk el a fejünket, amikor azt mondjuk, hogy egy picit fellazul, és talán jobban leszünk, vagy nem lesz olyan, nem lesznek magas számok e tekintetben, valóban fellélegezhetünk. Hogyan látjátok, mi mindent rombolt le az emberek közötti kapcsolatban ez a vírus, és hogyan lehet felépíteni, vagy fel lehet ezt egyáltalán? Balázs. Nagyon, nagyon nehéz kérdés, mert az elején vagyunk, nyilván ez most hülye hangzik, de egy hónapja benne vagyunk a mélyében, a vastagjában, de még mindig az elején vagyunk ennek az egész történetnek, és nagyon nehéz itt satszolni és jósolni, hogy mi lesz egy hónap, két hónap, fél év múlva, vagy akár hosszabb távon. Én egyelőre az egész történetnek legalább annyira látom a pozitív, mint amennyire a negatív hatásait. Sőt, egy kicsit még tovább mennék, azt mondom, hogy igyekszem tudatosan megkeresni azokat a pozitív lehetőségeket, amelyeket magában rejt ez az új helyzet. Kétségtelen, hogy,
hogy mindazok a dolgok, amelyekről beszéltél, tehát hogy itt az emberek bizalmatlanná válnak egymással szemben, az, hogy félnek, az, hogy nem mernek kimenni, ezek mind rossz dolgok, ezek rajta hagyják hosszú távon is a lenyomatát a társadalmon. Ellenben tegyük hozzá azt, hogy felfedezzük, tehát egy lehetőséget kaptunk, és én úgy látom, és nagyon sok helyről ez jön vissza, hogy felfedezzük újra egymást, felfedezünk olyan kisközösségeket, amelyeket hanyagoltunk, akár családi értelemben, tágabb családi értelemben, a gyerekeinkkel többet foglalkozunk, egymással többet foglalkozunk. Az embereknek kezd hiányozni pár olyan dolog, ami korábban természetesnek tűnt. Én rendező, vagy fesztivál szervezőként, ha úgy tetszik, mosolyogva figyelem azt, hogy mennyire felértékelődik újra a közösségi rendezvényeinknek a súlya, a szerepe, az igénye. Tehát ami természetessé vált az elmúlt években, az most hirtelen ilyen tehát a veszélyeztetett kategóriába került, és az emberek újra felfedezik. Tehát tovább mennék a hitéletben, a templomi, az istentiszteletek iránti vágy. Én az ortodox egyház sajnos folyamatosan és sorozatosan és visszatérő módon egy rossz kontextusba helyezi ezt a történetet, de hát én találkozom nénikkel, bácsikkal, falun vagyok, az elmúlt hetekben kiköltöztünk Győrfalvára, és látom, hogy hiányzik nekik a templom, hiányzik az a fajta közösség, az a fajta hitélet, amelyet nem tudnak megélni, és ezek az igények, ezek gyakorlatilag, amikor megfogalmazódnak, utána jó eséllyel az emberek meg is teszik azokat a lépéseket, amelyekkel majd pótolják az első adandó alkalommal ezt a hiányt. Úgyhogy summázva azt mondom, hogy a jó oldalát is érdemes megvizsgálni ennek a helyzetnek. Balázs, említetted ugye a fesztiválokat te rendezvényszervezőként. Érdekelne Ernő, hogy színészként hogyan látod, hogy az emberek még inkább fognak érdeklődni, vagy szomjazzák a színházat ilyen értelemben, vagy újra felértékelik, vagy újra felfedezik, vagy te ennek mit tudnál mondani? Nem, a színház az egy teljesen más, mármint egy ilyen külön rétegnek szól. Mostanság vannak bizony ilyen könnyed színházak is, azok valószínűleg, hogy újra fognak működni. Nehéz lesz a színháznak, mint műfajnak feltörni, de szerintem nem is kell feltörjön, mert ez nem lesz engedélyezve. Tehát az idén nem hiszem, hogy látunk majd ezer férőhelyes színházakat megnyitani, vagy fesztiválokat, az biztos, hogy nem. Tehát valahogy normálisan fog ez működni. Egy kicsit ellent mondanék az előbbi szónoklatnak, hogy mi fog változni, hát semmi nem fog változni, ugyanúgy fogunk viselkedni. Habár lesz egy kis félsz az elején, beszéltem az egyik haverommal, hogy mi van most, kezet fogunk fogni szeptemberben, amikor találkozunk, hogy kézfogás megmarad, mint gesztus, valószínűleg, hogy nem, de csak a mi körünkben, mert közben úgy járok a városban, van egy kis sörgyáram, és oda be kell menjek naponta, és látom például a tegnap dugó volt a Jánkulójnál. Tehát zöld lámpa volt, és nem lehetett előre menni, mert az emberek annyira ki akartak menni, annyira már átestünk ezen a motivációs falfeliratokon is, tudod, hogy vannak az ilyen lakások, ahol felszokták tapétázni, hogy home is where your heart is, and everything is fine, and love, and peace, and nem tudom mi, átestünk ezeken, átestünk azon, hogy felfedeztük a családot, abba is hagytuk felfedezni, felfedeztük a gyerekeket, jól vannak, szevasz, de most már hadd menjek vissza az én életemhez, valahogy én így érzem az itteni embereknek a helyzetét. Mindenki próbál... A felgyorsultságról beszélsz, olyan érdekes, hogy azért nem telt el olyan sok idő, és azt veszem ki a szavaidból, hogy megint csak az derül ki, hogy felgyorsult minden. Hamar azt is felfedeztem, ezt is felfedeztem, azt is, mert már menjek vissza a dolgomba, álljak vissza a mókuskerékbe az enyémet, ugye? Így van.
Így van, a mókuskereket akarom, mert én abban nőttem fel, és azt akarom, most így metaforikusan fejezem ki, hogy nem magamról van szó, de magamról is van szó. Mindenki alternatívát keres. Oké, be vagyok zárva, szép a családom, szép a feleségem, szeretlek kincsem, de most mit csináljak? Merre menjek, hogyan dolgozzak itthonról, milyen piacokat keresek, hogyha én kell keresek piacokat, ha alkalmazott vagyok, akkor hogyan tudom biztosítani magam, mert lehet, hogy kirúgnak jövő héten. Szóval úgy az agy működik, a prohibícióban is ugye megnőtt az alkohol eladás Amerikában 40-es években, 30-es, 40-es években. Valahogy itt is ugyanígy látom a helyzetet, hogy az emberek keresnek más alternatívákat, és fognak találni más alternatívákat. Most például egy nagyon érdekes kis projekt került a kezembe, ami a színházat illeti, hogy mi lenne, hogyha kocsi színházat szerveznénk, úgy, mint a régebb voltak a car cinemas, a car mozik, igen, hogy car színházat. Abszolút meg Külföldön lehet csinálni, ott van az izolálásokat. Szentmisét. Láttátok azt a videót? Szentmisét közvetítettek úgy, hogy az emberek autóban ültek, a család autóban ült, és egy ilyen kis emelvényen a pap ki volt állva, és tartotta az Isten tiszteletet. Hát mondjuk a másik az, hogy például ami a miséket illeti, igaz, hogy igen, az emberek újra felfedezték a templomot, de hát legyünk őszinték, ezelőtt 6 hónappal alig voltak a csigdánfalvi templom szerdai esti miséjén, voltak 2 vagy 3-an. Most egyszerre 200-300-ra nőtt a nézettsége az online misének, a papnak is nagyon jó, meg a templomnak is nagyon jó, tényleg, de nem mondhatnám, hogy újra felfedeztük a hitet, az agyunk még mindig ott van, hogy hogyan tudnánk újra a mókuskerékbe helyezkedni. Milyen jó, hogy különböző vélemények fogalmazódtak meg részetekről. Van, aki borúsabban látja, van, aki, hát én nem mondanám azt, hogy idealizálta, hanem egy picit mélyebbről, lehet, hogy inkább a lelkéből fogja meg ezeket a történeteket, de jó ez így, tehát ezért vagyunk itt, hogy sok oldalról bemutassuk ezeket, és hát fesztiválok, közösségi élet, színház, hogyan viszonyulunk, ugye a stressz, a nyomás rajtunk. Még maradnék egy picit a színház, a kultúra kérdésénél, ugyanis az Erdélyi Magyar Televíziónak a Zebra című műsorának legújabb vendége volt Alföldi Róbert színész rendező, és hát ő többek között a hazai, az erdélyi színjátszásról beszélgetett, őt kérdezte a két műsorvezető, Gecse Ramona és Kovács Károly, és akkor még egy picit ennél a témánál maradva nézzünk meg egy kis bejátszást, hogy mit is mond, és azzal kapcsolatban fogalmazzátok meg majd a gondolatait. De elsősorban lássuk. Én azt látom, de természetesen csak kívülről mondom, én nagyon nagyra értékelem a román színházat, és nagyon nagyra értékelem a romániai magyar nyelvű színházat, mert azt gondolom, hogy ez egyik legexpresszív színház a világon. És például a romániai magyar színház, akár Kolozsvár, akár Sepsiszentgyörgy, akár Marosvásárhely, akár a Figura, akár bármelyik társulatot tudnám mondani, ők az elmúlt 10-15 évben nagyon-nagyon, hogy úgy mondjam, megtermékenyítették az anyaországi magyar színházat. Én azt látom ott, vagy így kívülről, vagy látva őket, vagy látva a kollégáimat, hogy van egy határ, amitől kezdve nem számít más, csak a szakmaiság. Amikor ők belépnek a színházba, akkor onnantól kezdve az előadással foglalkoznak, nem pedig azzal, hogy ki milyen pártra szavazott, és nem annak alapján ítélik meg egymás szakmai, művészi teljesítményét és eltermettségét. Miközben biztosan nagyon-nagyon sokféle konfliktus van arrafelé is, hiszen tudjuk, hogy sokféle konfliktus van, de amikor színházat csinálnak, akkor színházat csinálnak, függetlenül attól, hogy ki milyen nemzetiség, és mondjuk ki mit gondol egyébként a világról. Hát, hogy ezt sikerülne átemelni, vagy ezt a fajta szabadságot, akkor már mi nagyon jól lennénk. Azt gondolom, de majd átadom a szót nektek, hogy pont ebbe a beszélgetésünkbe azért valamelyest betalál Alföldinek ezek a sorai, mondatai, ugye
párttól, illetve nemzetiségtől függetlenül, hogyha egy közös jót akarunk létrehozni, azért hajlandóak vagyunk összefogni, és valamilyen kulturális tevékenységet, értéket alkotni. Így hogyan látjátok ezt? Milyen gondolatok fogalmazódnak meg bennetek? Azért látom, hogy Ernő közben csavargatta a fejét, megnézett jobbra-balra. Nem, csak azt mondtad, hogy előre elküldöd ezt az anyagot, és kirögtem volna magam akkor, de most nem, teljesen így a témáról lelépve, mást röhögtem azt a... Volt, benne vagyok, és a magyarországiakkal muszáj, nem muszáj, hanem együttműködünk, és érzem ezt a fölényt, ami onnan jön, hogy hú, gyerekek, hát ti is tudtok színházat csinálni, és jó, ez a tisztaság, amit mi már rég elveszítettünk, hát uram, nem veszítették el, még mindig ott van, mi is ugyanazt a commerce oldalát űzzük a színháznak, Bukarestben ugyanilyen commerce az a színház, nagyvárosokban ugyanilyen, az egy dolog, hogy Sepsiszentgyörgyön vagy Gyergyószentmiklóson tényleg még mindig az a kezdetleges színház atmoszféra van, de... Na mindegy, visszatérve, mi is volt a kérdés, bocsi? Igen, nem, ehhez hasonló, hogy milyen gondolataitok vannak. Erre voltunk kíváncsiak. De akkor nézzük, Orsi, benned mi minden fogalmazódik meg? Hát most Ernő teljesen összeadt, mert egyszerűen nem tudom, hogy miről beszél, ugyanis most komolyan azt mondja, hogy commerce színház zajlik itt a régióban, én nem ezt érzem. Nem a régióban, de hogy is a régióban. Nem a régióban, itt Bukarestben. Bukarestben már... Igen. Valahogy fussunk neki ennek még egyszer, mert ez valahogy nekem nagyon, nagyon zavaros, hogy mire értetted a commerce dolgot, Ernő. Párhuzamos színházi projektek, amik vendéglőkben, vagy ezek a modern, könnyed komédiák, amiket különböző színészek visznek színpadra a különböző bárokban. Tehát, hogy úgy értsem, az Alföldi valami színház tisztaságáról beszélt, az, hogy a színész bemegy és dolgozik. Itt a színész, van olyan színész, aki nem ér rá dolgozni, mert haknizik. A hakni fogalmát akartam itt pontosítani, hogy igen, mi is haknizunk, tehát vannak haknis színészek. Én úgy azt értettem az interjúból, hogy ez volt a problémája neki, hogy itt Romániában még mindig a színházat és az igazi tiszta színházat csináljuk, ott meg hakniznak az emberek. No, akkor lássuk Orsi, illetve Balázsnak a véleményét, mert látom az arcotokat. Erre nagyon-nagyon nehéz reagálni, mert én az Alföldi szövegéből valami egészen mást értettem, és hát nagyrészt nyilván egyetértek vele, bár amiről ő beszélhetett, és valószínűleg ebből a kis bevágásból kimaradt, hogy ő többnyire a magyarországi színházak helyzetére, illetve a politikához való viszonyára gondolhatott, ami állata is, meg milyen jó, hogy itthon nem jellemző, hogy én legalábbis úgy látom, hogy a erdélyi magyar színházak sokszor reflektálnak hazai társadalmi és egyéb jelenségekre, minden további nélkül reflektáljanak is, nagyon jól teszik, és igen, gyakran számon kéri például a kolozsvári színházon is a túlzott szakmaiságot, azt, hogy nagyon sok darab, vagy egy darab a szakmának szól, a szakmának játszanak, és kevésbé a közönségnek, tehát, hogy kevésbarát előadás, amivel én személyesen nem feltétlenül értek egyet, mert hát nyilván nem vagyunk objektíve, gondolom Balázs sem, mert hogy a színészek túlnyomó többsége személyes jó barátunk, és innentől kezdve sem tudunk különösebben objektívek lenni, ami a kolozsvári színházat is illeti, de hogy születnek nagyszerű előadások, és igen, én úgy érzem, hogy körülbelül 7 évvel ezelőtt, amikor a Valahol Európában játszott az opera, akkor történt egy hatalmas váltás a közönség és a színház, illetve az opera viszonyában,
és az emberek elkezdtek visszaszokni a nézőtérre, és igen, változott az opera, és változott a színház stratégiája, politikája, bárminek nevezük. Én nem vagyok színikritikus, és nem vagyok szakmabeli, tehát lehet, hogy ezt egy szakmabeli simán lesöpörni az asztalról. Én úgy érzem, hogy jó néhány éve játszanak az átlagember által is megemészthető és szívesen nézhető darabokat. Persze ott vannak az abszurd drámák, amik igenis fontos, igenis van olyan értelmiségi réteg, nyilván Kolozsváron és az összes többi erdélyi nagyvárosban, ahol igenis van igény erre, hogy ilyet is megnézzük. És szerintem ezzel nincsen semmi probléma. Én egyetértek Alföldivel. Balázs? Hát én egyrészt egyetértek Orsival, tehát tulajdonképpen minden szavát magamévá tudom tenni, ellenben nagyon keményen vitatkozom Ernővel, aki szerintem nem értette ennek a rövid interjúnak az üzenetét, vagy félreértette, bocsánat. Tehát tisztázzuk, Alföldi Róbert nekem sem rendezőként, sem közszereplőként nem a szívem csücske. Ettől függetlenül én semmiféle kultúrfölényt a szavaiból nem éreztem ki, sőt, egyfajta elismerést közvetített, azt mondta, hogy az erdélyi és a romániai színházak, nem csak magyar, hanem román színházak is a világ élvonalában vannak, az egyik talán legexpresszívebb műfajt képviselik, és emellett pedig teljes mértékben, tehát ha jól emlékszem, azt mondta, hogy megtermékenyítették a magyar színjátszást, a magyarországi színjátszást. Én ebben sem kultúrfölény, sem lenézés, sem valamiféle tiszta, tehát ilyen vért vagy valós tisztaságot, én amúgy szerintem ilyen már régóta nincs, legalábbis mi felénk ilyet nem éreztem. Amúgy pedig, ami nagyon tetszett az alföldi mondataiban, az, hogy akaratlanul is rendkívül találóan ellenpontozta az államelnök korábban átbeszélt üzenetét, ugyanis pont az ellenkezőjét közvetítette minden szava. Tehát míg az államelnök egyfajta rettegés, egymástól való rettegés, félelem, a magyarok elviszik Erdélyt, a PSZD eladja Erdélyt, ezt üzente, ezzel szemben az alföldi mondatai pontosan a kölcsönhatás pozitív oldalairól, az egymásra hatásnak, az előnyeiről, hasznáról beszélt, és nekem ez nagyon tetszett. Amúgy szerintem ez egy valós és jól megfogott valóság. Sajnos már a műsorunk végéhez közeledünk, illetve jár le a műsoridőnk, de szeretnél valamit még mondani, Ernő, ezzel kapcsolatban, vagy te hogyan látod, hogy Orsira, illetve Balázs mondandójához még hozzáfűzni, vagy? Nem, egyszerűen... Nem, igen, színészként lehet, hogy... Én csak azon rögtem, tényleg elismerem a Földinek a nagyságát, meg a munkáit, nem nincsen ezzel semmi baj. Én csak azon rögtem, hogy még mindig 2020-ban játsszuk ugyanazt, hogy nyugatról jönnek az emberek, és azt mondják, hogy hú, ti még milyen tiszták vagytok, hogy ti még mindig ezt a minőséget nyomjátok, ami rendjén van, de amikor leülünk beszélgetni bizonyos projektekről, akkor ez az attitűd oda vezet, hogy na figyelj, akkor most úgy csináljuk, mert én tudom, mert nálam megtörtént. Nem, valahogy kultúrában mi is ugyanazon a szinten vagyunk, mint a nyugat. Én csak ez zavar az egészben. Ugyanazon a szinten tényleg olyan minőségi előadásaink vannak, olyan minőségi színészeink vannak, olyan minőségi alkotóink vannak, hogy akár megállnak a helyüket a Broadway-en vagy a West End-en, mert bocsánat, én musical-en foglalkozom. És ennyi. Abszolút, most azt hiszem, hogy most kapcsolódott úgy össze igazán a vélemények,
illetve hogy a mondatok, a megértések, ti is így gondoljátok, hogy azért a végére úgy a más és más véleményekből összegyúrtunk egy jó kis vagány dolgot, véleményt, és én köszönöm éppen ezért nektek, hogy tudtunk ma beszélgetni. Nagyon sok témára még nem jutott idő, és szerintem, ha tudnánk kávézni, hogyha tudnánk találkozni, vagy hosszabb lenne a műsoridő, erről még nagyon-nagyon sokat lehetne beszélni, és fogunk is mindenképp következő filterekben. Ami kimaradt, azt kicsit toljuk odébb. Köszönöm szépen, hogy tudtunk beszélgetni. Vigyázzatok magatokra, és jó május 1-jét! Kellemes május 1-jét! Finom gratát mindenkinek! Sziasztok! Köszönöm, sziasztok! Önöknek pedig, kedves nézőink, köszönjük, hogy ma is velünk tartottak. Jövő héten ismét várjuk Önöket ugyanekkor, ugyanitt a filterben, ahol a lényeg marad. Vigyázzanak magukra, viszontlátásra!